A Pécsi Egyházmegye összes kántorát hívta arra a találkozóra, amelyet június 22-én szerveztek Pécsett. Pincehelytől Mohácson át Pécsig mintegy 30-an vettek részt a szakmai fórumon. A kántor szerepe a liturgikus zenélésben hát kiemelt, ő felel a liturgia zenei szolgálatáért, annak minőségéért, úgyhogy nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen egy olyan fórum, ahol a kántorok találkoznak, ez mondjuk a személyes találkozás miatt, illetve egy szakmai bázist kapnak itt, egy szakmai csomagot. Folyamatosan kell tanulni, készülni, gyakorolni, elolvasni vasárnapnak a liturgiáját, összevetni. Az volt a feladatom, hogy a kántoroknak az ízlésvilágát próbáljuk meg nyitni, mert ha a kántorok ízlésvilága javul, akkor valószínű, hogy azáltal az egyház községnek is az ízlése magasabb szintet fog majd ölteni. Pontosan arról volt szó, hogy nem a híveknek az igényeit kell kiszolgálni, hanem a híveknek az ízlését kell formálni. A liturgikus énekek, amelyek tartalmazzák azt a egyházi tanítást, tudva levőleg a Gregorián hordozza a biblikus szövegeket, az nem írható felül népénekekkel. A népénekeknek is megvan a maguk helye, természetesen azokból is a megválogatott, megszűrt énekekkel, legondolok a liturgián belül is azon kívül, de inkább az a feladat, hogy a liturgikus énekeinket hogy tudnánk népénekké tenni. Mert ha azzá tesszük, mármint megvan rá az esélyünk, mert nagyon sok típus dallamokkal találkozunk, akkor tulajdonképpen népénekként tudjuk kezelni azokat a Gregorián egyszerű dallamokat is, amelyek mostanában felhangzanak. Az egyházmegyei kántorok szakmai találkozójára most először került sor. Az elmúlt év alapján hagyományteremtő jelleggel szervezik június 22-ére a liturgikus zenei szolgálatban résztvevők találkozóját. Június 22, ugye, ami a Székesegyház felszentelésének évfordulója, ez ad majd alkalmat az ilyenfajta kapcsolatteremtésre. Tavaly kórus találkozót szerveztünk, úgy érzem, hogy az is nagyon jól sikerült olyan értelemben, hogy több karnagy tudott vezényelni, voltak összkarok, tehát az összes kórus együtt is meg tudott nyilvánulni, együtt szolgáltunk a misén. Most ez egy, szintén az lesz, hogy együtt szolgálunk majd a kántorot, de hát ez nem azt jelenti, hogy 30 kántor egyszerre fog orgonálni, mert az ugye fizikailag is képtelenség, hanem az éneklésünkkel próbálunk majd egy közös hangot kialakítani. Szent Péter és Szent Pál Székesegyház, azaz a Pécsi Bazilika felszentelésének 127. évfordulóján a kántorok püspöki szentmisén mutathatták meg zenei képességeiket. Székesegyház felszentelésének évfordulóján bemutatott szentmisén a főpásztor arról beszélt, hogyan lehet megismerni az Istent. Mint mondta, az ember templomot épít azért, hogy kapcsolatba kerülhessen az Atyával.
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Tedeumát és diplomaosztóját tartotta a felszentelés évfordulóján, hiszen a Pécsi Székesegyház az egyházmegye központja, ezért lehet központ a hallgatók életében is. A megyés püspök a főiskola tanárairól és hallgatóiról szólva elmondta, ők tanulmányaik során az Úr minél alaposabb megismerésén dolgoztak. A főiskola rektora eredményesnek és előremutatónak nevezte összegzésében az elmúlt esztendőt. Rendkívül sűrű évet zárt a főiskola, tele voltunk programokkal, több külföldi konferenciára és nyári egyetemre is sor került. Ezek közül kiemelném az őszi időskori konferenciát, amely az időskor lehetőségeivel foglalkozott. Ide Észak-Olaszországból, Ausztriából és Lengyelországból is érkeztek előadók. A másik nagyon fontos konferencia Hans Urs von Balthasarnak a teológiájával foglalkozott, erre tavasszal került sor, illetve a nyári egyetemeinkre, ez Bécsben, Opoléban került megrendezésre, valamint tavasz folyamán itt Pécsett, amelyre 11 országból érkeztek hallgatók és előadók. Az ünnepi szentmisét követően a főiskola idén végzett hallgatói vették át diplomáikat.